Kiállítók, standok, játékos feladatok. A Váci Mihály Kulturális Központ harmadik emelete egy igazi zöld Kánaánnál változott szombaton, ahol az érdeklődők megtudták, hogyan tudnak fenntartható módon élni és viselkedni a mindennapokban. Az emberi tevékenységek és az ökológiai lábnyomunk mind hatással vannak a környezetre. A 21. század egyik legnagyobb kihívása, hogy a bolygónkat meg tudjuk őrizni a következő generációk számára. Az erre adott válasz a környezeti fenntarthatóság. Az erre való törekvés a vállalatok számára is fontos feladat. Ezt mára a legtöbben a társadalmi felelősségvállalási programokba is beépítik, csak úgy, mint a Michelin Hungária, mely többek között ezzel a rendezvénnyel kívánt hozzájárulni a szemléletformáláshoz. Úgy gondoljuk, hogy a klímaváltozás miatt a világ komoly kihívással néz szembe, ez társadalmi és emberi kihívás is. A Michelinnél stratégiánkat három pillérre alapozzuk, az emberek, profit és a bolygó. Nagy hangsúlyt fektetünk az emberek fejlődésének támogatására, a profitra is, és a környezetvédelemre is a bolygónk megóvása érdekében. Ezen a területen számos akciót indítottunk. Nem lehet elég korán kezdeni a fenntarthatóságra való törekvést, hangzott el a megnyitón. Éppen ezért szombaton számtalan, a gyermekeket is érzékenyítő programon lehetett részt venni. Ilyen a klímafreskó, melyet egy francia egyetemi professzor hívott életre. Ezen a játékon keresztül gyakorlatilag érzékenyítjük az embereket, a klímaváltozás témakörében tudományos ismereteket tudnak szerezni, mi pedig arra ösztönözzük őket, hogy aktívan tegyenek a bolygó megóvása érdekében a mindennapok során. A workshopok mellett szombaton előadásokat is lehetett hallani a fenntarthatóság témakörében. A résztvevők megtudták, milyen a fenntartható divat vagy otthon, mit jelent az e-mobilitás, hogyan lehet hulladékmentes életmódot folytatni, de arról is szól diskurzus, hogy a város vagy a falu zöldebb.